Egy cseppet jobb hangulatban kezdjük ezt a videót, mint ennek az elődjét. És még mielőtt elkezdenénk a videót, szeretnék szólni mindenkinek. Nagyon kedvesen, mindenkit szívesen látok, imádom, hogyha jöttök. Főleg, hogyha egy ilyen erős csajbandát sikerül összeszedni, mint akik megmutatták magukat az Instámon és az előző videó alatt is. Viszont szeretném határozottan kijelenteni, hogy alsó hangon 16 pluszos ez a videó. Egyébként nem gondolom úgy, saját véleményem szerint, hogy a 16 éven aluliaknak nem kellene ezekről a dolgokról tudni, és sok egyéb, de ebbe nem megyünk bele. Másodrészről pedig, szia, te, aki az én családtagom vagy, ne feltétlen nézd meg ezt a videót. Ha lehet, akkor most állítsd meg, lépjél ki, nagyon szeretlek, nagy vonalakban elmondom, hogy miről volt szó a videóban, ha találkozunk, de légy színe, nézd meg. Köszi. A mai videó egyértelműen a fogamzásgátlós, élményes, beszámolós videómnak a folytatása lesz, ahol a ti kérdéseitekre fogok válaszolni, és őszintén megmondom, hogy azután, hogy végigolvastam mind a DM-eket az első videó után, mind ezeket a kérdéseket, amik most itt érkeztek a sztorimra, határozottan úgy gondolom, hogy ebből sorozatot fogunk csinálni, és havonta lesz egy rész, amikor valóban ilyen nagy testvéres, barátnős beszélgetéseket fogunk tartani, ugyanis nagyon-nagyon sokan kérdeztetek olyan dolgokat, amiket az anyukátokkal meg kellene beszélni, vagy legalábbis egy komolyabb, idősebb barátnővel. Itt vagyok én. Úgyhogy szeretném elmondani, hogy nem vagyok doktor, úgyhogy az olyan kérdések, hogy nekem melyik fogamzásgátló lenne jó, és mi a véleményed erről, meg arról a fajtáról, ezekre nem tudok választ adni. Orvosi kérdésekben egy az, hogy nem tudok, kettő, hogy nem is adhatok, úgyhogy ezzel keressetek dokit, viszont nagyon sok olyan kérdés van, amire tudok válaszolni. Ez a videó határozottan a hormonális fogamzásgátlás előnyeiről és hátrányairól fog szólni, viszont a következő részben egy kicsit nyitottabbak leszünk, és csak csajos témákról fogunk beszélgetni. Lementettem a kérdéseket, nagyon-nagyon sok van, és így is nagyon keveset mentettem ki. Mielőtt nagyon beleásom magam a kérdésekbe, és elkezdek ezerrel válaszolni, szeretném nektek elmondani, hogy az összes kommentet elolvastam az előző videóm alatt, és az összes privát üzenetet elolvastam, és egy, nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatást, tehát az a fajta női összetartás, amit azután a videó után tapasztaltam, az egészen rendkívüli volt, és nagyon megható is volt, nagyon jól esett, köszönöm szépen. Viszont másrésztről pedig nagyon-nagyon szomorúnak tartom, hogy mennyi nő megy át ugyanazon az érzelmi hullámvasúton és a szenvedésen, amin én átmentem a hormonális fogamzásgátlással. Úgyhogy igen, ezt csak így el szerettem volna mondani az elején, és kezdjük is el a kérdéseket. Teljesen össze-vissza sorrendben vannak lementve, ahogy jött, úgy fotóztam ki őket, úgyhogy valószínű, hogy ide-oda fogunk ugrálni a témák között, és vissza-vissza fogunk térni dolgokra, viszont mindig csak az aktuális kérdésre fogok válaszolni. Spirál vélemény, termékenységtudatról hallottál-e már, tudnál-e bízni benne? A spirálról a véleményemet azt már hallottátok, ha nem, akkor itt le tudjátok csekkolni ebben a videóban. Termékenységtudatról hallottam, ismerem, nem személyesen, de ismerem a Jankát is, és őszintén megmondom, hogy abban a fajtában igen, tudnék bízni. Szeretném is egyébként elvégezni a tanfolyamot, mert kifejezetten érdekel is. Ha végül úgy döntök, hogy nem azt fogom használni, akkor is szeretném elvégezni, mert nagyon érdekesnek tartom, és nagyon sok mindent, amit elolvastam róla, nagyon sok mindent meg lehet tanulni a női testről, úgyhogy kifejezetten érdekel, igen. Szedtél-e valaha fogamzásgátló tablettát, ha igen, tudsz-e róla mondani néhány tapasztalatot? Tablettát soha nem szedtem, és soha nem is akartam, emiatt döntöttem egyébként a JVS mellett, és nyilván így semmit nem tudok róla sajnos mondani. Neked volt a mindennapos mellékhatás, például borzasztó fejfájás, fáradékonyság, stb. Igen, igen, igen.
Nem rendszeresen, viszont voltak határozottan olyan időszakok, amikor egyik-másik mellékhatás napi rendszerességgel visszatért, úgyhogy igen, ezt is sikerült megtapasztalni. Sokszor olvastam, hogy fogamzásgátló mellett lett terhes valaki, ez miért fordul elő? Na most elmondanám nektek, hogy én rendszeresen futottam össze a, nem tudom, 2,5 éves JDS-es pályafutásom alatt olyan képekkel, amikor úgy születik meg a baba, hogy fogja a kezébe a spirált. Úgyhogy ez benne van a fogamzásgátlókban, egyik fogamzásgátlási módszer se 100%-os, úgyhogy előfordul, nem tudsz vele mit csinálni. Nagyon-nagyon pici a hiba százalékuk, viszont ott van. Novaringről vélemény, 1,5 éve ezt a fogamzásgátlót használom. A doktornő, akihez én mentem, ő is azt ajánlotta, hogy ezt próbáljam ki, viszont de miután levette a spirált, én úgy döntöttem, hogy teljesen hormonmentes szeretnék lenni egy darabig, hogy meglássuk, hogy az én hormonjaim vissza tudnak elállni normális kerékvágásba. A Novaringtől nem teljesen zárkózom el, azt hiszem, de még egy darabig biztosan nem. Hízás, mit kéne tennem az ellen, hogy akárhányszor elkezdem szedni, felröppennek a kilók? Fogalmam sincs. Őszintén megmondom, hogy elképzelésem sincs, ugyanis itt vagyok. Már levették, és még mindig nem tartok ott, hogy könnyedén menjen a diétázás. Nem a kitartás része, hanem maga az elkezdek fogyni része. Milyen fogamzásgátlóra váltottál, és milyen tünetet éreztél a váltás után? Mennyi idő után szűntek meg a kellemetlen rossz mellékhatások? Elsősorban azt nem mondom, hogy nem szűntek meg a mellékhatások, mert sokkal jobbak, viszont még nem teljesen szűntek meg. És nem sietetem, elfogadom, teljes mértékben türelmes vagyok a testemmel igazából. Szépen lassan haladunk, de haladunk, úgyhogy minden. Milyen fogamzásgátlóra váltottam? Hát ez egy szép kör. Barbie mondta nekem ezt a fogamzásgátló, fogjuk rá, hogy fogamzásgátló kis cuccot, PG53, ugye? Azt hiszem, de ti itt látjátok. Úgy működik ez a cucc, hogy reggel, amikor felkelsz, még ivás, evés, fogmosás előtt van egy kis tárgylemez ebbe a cuccba, amire rá kell kötni. Szexi, tudom. Meg kell várni, hogy rászáradjon. Mondtam. Majd vissza kell hajtani azt a kis lencsét, bele kell világítani vakuval a másik oldalról, és meg kell nézni a nyáladnak a mintázatát. Rajta van a képen, hogyha csíkos, akkor azt hiszem, de nem vagyok benne biztos, ha csíkos, akkor teherbe tudsz esni, hogyha rácsos a szerkezete, akkor nem. Na már most jelenleg én ezt használom. Barbie-nak az anyukája használta hosszú-hosszú évekig, és mindig minden rendben volt. Úgyhogy ezt kiegészítve óvszerrel. Ja. Nem mondom, hogy a kedvencem, de igen. Ide kapcsolódóan egyébként egy bessáriumos kérdés, nem próbáltam. A gondolat maga szimpatikus. A dokim azt mondta, hogy nagyon-nagyon sok nőnek írtó sokáig tart kitapasztalni, hogy hogy tudja valóban feltenni, és az a része, hogy 20-30 perccel esemény előtt kellene felcsattintani. Nem vagyok benne biztos, hogy ennyire előre szeretnék és tudnék tervezni. Úgyhogy azt még egy kicsit halogatom, de folyamatosan ott motoszkál a buksin hátuljába. Bence hogy viselte a hangulat ingadozásaidat? Bence a legcukribb az egész világon. Nagyon-nagyon jól tudja kezelni, amikor hisztis vagyok. Elképesztően jól tudja kezelni. Amikor ilyen nagyon hülye hisztim volt, nem tudok hirtelen mit mondani, de távirányító nem balra, hanem jobbra át, az ilyeneket az szépen mondta, hogy okay, bye, és ott hagyott. Viszont amikor komolyabb hisztieim voltak, ilyen... Nem akarom azt a szót használni feltétlenül depresszió, mert az azért kicsit erős, de voltak nagyon nagy hisztieim, ilyen egész délutános vagy egész estés sírások. Azok nem voltak olyan bulik egyébként, de nagyon-nagyon sokat sírtam a videózás miatt, maga a munka miatt, úgy éreztem, hogy
nem csinálok soha semmit, de ha csinálom, akkor is szarból csinálom, nem működik semmi, széthullik minden körülöttem, tehát hogy... Tényleg Bence nagyon-nagyon jól kezeli, mindig leültetett, közölte, hogy vegyek mély levegőt, nem mondja, hogy hagyjam abba a sírást, mert arra mindig kiakadok. Ha azt mondja, hogy hagyjam abba a sírást, akkor még jobban elkezdek sírni, és elkezdek vele veszekedni, hogy ne mondja meg nekem, hogy mikor sírhatom, vagy mikor nem. Elkezdett szépen kérdezgetni, hogy mondjam el, hogy mi a baj, de miért gondolom úgy, hogy az a baj, és úgy beszélt hozzám, mint egy óvodáshoz, ami nagyon jól esett a lelkemnek, és mire kifaggatott, addigra általában megnyugodtam. Nehezen, de beláttam, hogy egyébként egyáltalán nincs igazam. Vagy ha valamiben mégis igazam volt, akkor mondta, hogy majd megoldjuk. Úgyhogy Bence egy... Itt van a szomszéd szobában, remélem, hogy hallgatózik egy aranyember, úgyhogy nagyon-nagyon nagy szerencsém volt így az egész folyamat alatt velem. Miért a spirál mellett döntöttél először? Ahogy már mondtam, tablettát semmiképpen nem akartam, és egyébként is ez a spirál, amit én ugye felrakadtam, a Jadesz, az egyik legalacsonyabb a hormontartalma, és mint ahogy már mondtam, nem vagyok egy igazán rendszerezett és rendszeres típus. Úgyhogy nem szerettem volna olyat, amivel időszakosan, de folyamatosan foglalkozni kell. A Jadesz hatóideje 3 év, ami nagyon-nagyon jónak tűnt, és egyébként működhetett is volna, hogyha a szervezetem tudja kezelni. Nagyon sokan írtátok azt is, hogy nektek már a 3. Jadesz van fent, és soha semmi bajotok nem volt tőle. Természetesen ez is előfordul. És az, hogy valakinek nagyon-nagyon rossz mellékhatásai vannak valamitől, az nem jelenti azt, hogy másnak ez nem működhetne. Mások vagyunk, teljesen máshogy reagál mindenre a szervezetünk, úgyhogy nem arról van szó, hogy egyáltalán nem jó, de nekem nagyon nem vált be. Úgyhogy miért döntöttem spirál mellett? Kényelmesség talán, lustaság, meg tényleg a hatékonysági százaléka. Valahol volt-e bármi bőr problémád a fogamzásgátlótól, csak attól volt bőr problémám. Soha semmitől, de attól nagyon. Még mindig nem jött rendbe, viszont határozottan jobb a helyzet, mint volt. Nagyon érdekes, mert most vettem észre, hogy ovulációkor és vagy menstruációkor leszek pattanásos. Nem jöttem még rá, hogy mi alapján van az, hogy mikor melyiknél, de nagyon boldogan jelentem be, hogy egyre nagyobb százalékban jó az arcom, mint rossz. És előfordulnak, most is van itt egy akkora pattanásom, mint a ház. Előfordulnak ilyenek, viszont sokkal kevesebb, mint pár hónappal ezelőtt. Természetesen az arcápolási rutinom az töretlen. Váltogatom a cuccokat mindig ahhoz mérten, hogy éppen mit érzek a bőrömön, de ettől függetlenül ugyanúgy foglalkozom vele. Nem változott igazából semmi. Alig várom, hogy végre eljussunk oda, amikor megint a tökéletes állapotában lesz. Megszakításos módszerről mit gondolsz? Mi 7 évig így csináltuk, mert egyik se vált be, csak ez. Természetesen azt kellene mondanom, hogy ez szörnyű, és soha ne csináljatok ilyet, meg blablabla, de ez egy létező dolog. Ha tisztán vagytok vele, és vállaljátok annak a kockázatát, hogy igazából bármikor becsúszhat a baba, akkor teljesen rendben van, és nyilván tegyük hozzá, hogy állandó partnerrel csak. De hogyha mindezzel tisztában vagytok, és ti rendben vagytok a feltételekkel, akkor hajrá! Alapjáraton nincsenek kis melleim, de félek, hogy megnőne, tapasztalat. Őszintén megmondom, hogy nem tudom, hogy miért, de meg se fordult a fejembe, hogy ez a spiráltól is megtörténhet. Megtörtént. Eredetileg spirál előtt 75 D-s cicieim voltak. Tökéletes 75 D, minden melltartó, ami 75 D, így passzolt. Most kerint tudjátok TikTokon ez a tökéletes melltartó méret cucc, és nem értem a cicit. 75 EF. Jobb szeretem azt mondani, hogy dupla D, az egy barátságosabb méret, de most is, ami cickótartó rajtam van, cickótartó, ez egy 75 dupla D-s, és ez a tökéletes, és a sima D-sekből kiesek, úgyhogy igen. Előfordulhat, de azt is tegyük hozzá egyébként, hogy az összes ilyen hízás, bőr probléma, cici növekedés, bármi ilyen, ezek nagyon-nagyon egyénfüggőek.
Tehát attól, hogy nekem mondjuk pattanásaim lettek, megnőtt a cicim és híztam, ami egyébként összefügg, tehát ugye a cicim az lehet, hogy egyébként mint cici nem nőtt, de híztam. Úgyhogy közvetetten mégis nőtt. Tehát, hogy ezek mind nagyon-nagyon változóak. Lehet, hogy nektek ebből egyik se lesz, de lesz három különböző, ami nekem sose volt. Úgyhogy ezt tartsátok szem előtt, hogy attól, hogy valakinek valami megtörtént, attól nektek nem biztos, hogy ugyanaz fog. Fogamzásgátló tényleg okoz-e, és sok a férfi hormon benne? Viszonylag ez egy leegyszerűsített verziója. Határozottan és biztosan nem okoz meddőséget, de előfordulhat, és nem úgy, hogy a fogamzásgátlót, ha szeded, akkor a fogamzásgátló azt mondja a testedben, hogy nem, mostantól neked soha nem lehet gyereked, és ennyi, hanem különböző hosszú-hosszú folyamatok során cisztád lesz, ez történik, az történik, ami miatt aztán nem lehet gyereked. Ez is nagyon sűrűn előfordul, viszont ez sem biztos. Az meg, hogy konkrétan mire gondolsz a férfi hormonnál, azt nem tudom, de nagyon sokféle fogamzásgátló létezik, hormonálisból is. Aksit cseréltem, úgyhogy lehet, hogy változott a képarány. Tehát vannak olyan fogamzásgátlók, amik ösztrogén dominánsak, vannak olyanok, amik progeszteron, és meg az Isten tudja, hogy mennyi fajta van, nem vagyok doki, úgyhogy nem akarok hülyeséget mondani, de nem minden fogamzásgátló, hormonális fogamzásgátló ugyanúgy néz ki. Mit gondolsz az injekciós fogamzásgátlásról? Nekem is eszembe jutott. Nem azt a dokit, akinél most vagyok, hanem még egy előtte lévőt. Megkérdeztem róla, és azt mondta, hogy három adagig, mert azt három havonta kell adni. Nagyon jól működik, viszont utána elmondhatatlan durva vérzések szoktak általában történni a nőknél. És őszintén megmondom, hogy ezt nem szerettem volna kipróbálni, úgyhogy igaz, hogy ez csak egy vélemény, egy orvosi vélemény, de nem hiszem, hogy... Libidódra hogyan hatott, illetve tapasztaltál-e más mellékhatást? A más mellékhatásokról beszéltünk, és a libidóról is a videóban beszéltem. Tekintve, hogy most mentálisan és lelkileg egy kicsit jobb állapotban vagyok, mint az előző videóban, most valószínű, hogy el fogom tudni mondani normálisan. Ez se rögtön történik. Tehát nem úgy megy ez a dolog, hogy megkapod a spirált, felteszik, és akkor egyik napról a másikra azt mondod, hogy jó, nem akarok szexelni, hanem egy darabig minden tökéletes, örülsz magadnak, hogy feltaláltad a spanyol viaszt. Mondom még egyszer, nem mindenkinél, de nagyon sok nőnél ez előfordul, és nem csak spirállal. És aztán esküszöm, de tényleg elfelejted, és nekem olyan amúgy nagyon-nagyon rossz, mert előtte nem volt vele soha bajom, tehát Bencével így körülbelül egy szinten voltunk. Nem volt az, hogy mit tudom én, sokszor neki nem volt kedve, vagy nem akart, vagy én. Tehát, hogy úgy körülbelül úgy egy szinten. És hogy fel lett rakva a spirálra x időre, nem tudom már mennyi volt, elfelejted. És egyszerűen nem jut eszedbe egyáltalán. Aztán egyszer eszedbe jut, és elkezdesz visszaszámolni, hogy Úristen, olyan régen. És akkor rosszul érzed magad, hogy szegény csávód, és nyilván akkor minden hülyeség eszedbe jut, hogy mi van, ha majd most ezt csinálja, meg azt csinálja, és akkor lelkiismeret furdalásod lesz, és akkor belehúzol, de azért húzol bele, mert agyilag húzol bele, mert egyébként testileg full nem vagy ott, és egyáltalán nem kívánod, mert nem a faszidat, hanem magát a szexet. Legalábbis nálam ez így volt. És őszintén megmondom, hogy folyamatosan emlékeztetnem kellett magamat rá, hogy kell. És hogy ez fontos része egy kapcsolatnak. Itt is mondanám, hogy a legmegértőbb a világon, és megfogtam vele az Isten lábát, főleg azért, mert nagyon-nagyon sok olyan üzenetet olvastam, hogy libidó csökkenés, a csajok libidó csökkenése miatt ott hagyták őket a csávók, és emiatt szakítottak 3-4-5 év után, és
főleg úgy, hogy ugye a pasik akarták, hogy gyógyszert szedjen a csaj, és megszakadt a szívem, amikor olvastam, úgyhogy mindenki, aki így járt, virtuális hatalmas ölelés nektek, mert el nem tudom képzelni, hogy mennyire szörnyű lehetett. Ezen is sírtam Bencének egyet, elmondtam neki, amikor egymás után 15 vagy 20 ilyen üzenetet olvastam aznap, amikor kiment a videó. És egyébként is meg voltam hatódva maga a videó miatt, hogy ezt kiposztoltam az internetre. És amikor ezeket elolvastam, akkor elkezdtem pityeregni, és Bence odajött és megkérdezte, hogy most éppen mi a helyzet. És elmondtam neki, hogy mennyire sajnálom azokat a lányokat, akik így jártak. És nagyon sírtam, úgyhogy veletek vagyok lélekben, csajok. Ja, és akkor a következő kérdés megint csak ehhez kapcsolódott, hogy visszatért-e? Még nem teljesen, de már pislákol a vezérfény, úgyhogy alakul ez is határozottan, azt mondom, hogy alakul. Szerintem nem sokára így egyébként minden elkezd visszaállni az eredeti vagy a régi kerékvágásba, úgyhogy igen. Annyit mondok, hogy ezt egy fiú írta, és nagyon örülök, hogy fiúk is írtak kérdéseket, úgyhogy puszi nektek, fiúk. A párom tabicszer, viszont mindketten látjuk, hogy a libidója nulla, de nem szeretné abba hagyni, mivel a havi dolgok így számára sokkal fájdalommentesebbek, és egyéb előnyök. Na ez egy nagyon-nagyon kellemetlen helyzet, ugyanis vannak olyan csajok, akiknek annyira fáj a menstruáció, hogy amiatt kell nekik fogalmazásgátlót szedni. Én nagyon kevés vagyok ahhoz, hogy megmondjam, hogy mit csináljatok, de mindenképpen valami hormon specialistával szerintem kellene társalogni. Nem tudom valami más úton, módon megoldani a menstruációs görcsöket. Nagyon-nagyon sokat beszélgessetek, és mint nő, lány, elmondhatom, hogy szerintem nálunk egyébként, ha nem is jut eszedbe az, hogy szexelni szeretnél, vagy nincs meg a késztetés, az inger, ha a fiú per férfi egy kicsit gondolkozik és tervez, akkor viszonylag könnyen befolyásolhatóak vagyunk, szerintem. Tehát, egy kutatás szerint, képzeljétek el, fun fact, a legnagyobb libidó növelő, amit a párotok tehet nektek, vagy értetek, az egy tiszta, rendezett lakás. Úgyhogy, ha te pasi vagy, akinek a barátnője fogamzásgátlót szed és a libidója a békasegő alatt van, pakolj el otthon, gyújtsd gyertyát, vegyél egy kis édességet, vagy a kedvenc kajáját, vagy valamit, és egy kicsit kényeztesd, nem szexuálisan, hanem elérte, az majd mehet később. Szerintem nincsen olyan csaj, aki egy jó masszírozás után ne szeretne többet. Úgyhogy, ha szeretnétek segíteni a csajoknak, akkor szerintem mindenképpen teremtsetek hangulatot, ugyanis a csajok így működnek. Legalábbis a legtöbb csaj. Nyilván lesz, aki írja, hogy neki köze sincsen ehhez, de a legtöbb csaj így működik, úgyhogy próbáljátok meg ezt. Volt egy ilyen kérdés, erre mindenképpen szerettem volna válaszolni, hogy hány fogamzásgátló módszer van. Van olyan módszer, amit never ever ne próbáljon ki senki. Ilyen soha-soha, nem tudom, szerintem nincs tiltólistás, hogyha van, akkor azt már látjátok itt mellettem, de egyébként ezek a fogamzásgátlási módszerek vannak. Külön csoportokra lebontva, állítsátok meg a képet, olvasgassátok el, nézzétek meg, illetve rá is tudtok keresni bármilyen orvosi oldal, kiadja nektek, hogy milyen fajta fogamzásgátlási módszerek vannak. Ezen kívül pedig, ha csaj vagy és úgy kérdezed, akkor mindenképpen orvos. Találj magadnak egy jó orvos, nem kell, hogy magándoki legyen, csak olyan legyen, akitől mersz kérdezni, nagyon fontos, hogy egy olyan személyhez, akár nő, akár férfi járjatok dokihoz, akitől mertek kérdezni. Azért vannak ott, hogy az ilyen kérdéseket megkérdezhessétek tőlük. 50 millió ilyet hallottak már, és sokkal rosszabbat is. Úgyhogy nyugodtan kérdezzetek tőlük, azért vannak, hogy segítsenek. És a menstruáció, fogamzásgátlás, és konkrétan nőnek lenni természetes dolog, úgyhogy merjetek nyugodtan róla beszél. Következő.
Te döntötted el, hogy szeretnél beültetni fogamzásgátlót, vagy Bence is ezt akarta? Mint a videóban többször elmondtam már, Bence nagyon határozottan támogat mindenben, úgyhogy ő azt mondta, hogy ha ezt szeretnéd, akkor legyen ez. Én nem szólok bele, amit egyébként nagyon díjaztam is. Természetesen azt mondta, hogy támogat, hogyha A-t akarom, akkor A lesz, hogyha B-t akarom, B lesz, ha C-t akarom, akkor C lesz. Úgyhogy én szerettem volna határozottan, de nyilván beszéltem Bencével erről, leokézta, tudomásul vette, inkább mondom így, és igen, ennyi. Hű, megint sasok vannak bent. Szia, én kérdést szeretnék feltenni, fogamzásgátló használatakor hüvelyszárasságod volt-e, meg hogy fájdalmas volt-e a szeretkezés, mert én ezeket is tapasztaltam a szedésekor. Nagyon nagy mellékhatása. És egyébként elmondanám nektek, hogy nem csak fogamzásgátló szedésekor, ez egyébként is bárkivel előfordulhat. Ez is egy teljesen természetes dolog, sajnos. Mind életszakaszonként, mind diétánként, fogamzásgátlónként, mind már minden. És nagyon-nagyon sok különböző életeseménykor változhat a hüvelynek a mindenféle háztartása. Ezáltal ugye a hüvelyszárasság is egy nagyon-nagyon gyakori probléma lehet. Egy, ha magatoktól nem sikerül előkészíteni, akkor ne, mert az sérülésekhez, aztán traumához, és nem tudom én mihez vezethet, azt meg senki nem akarja. Viszonylag olcsón, nagyon jó síkosítókat lehet venni, úgyhogy szépen felslattyogtok egy sex shopra, ha nem akartok személyesen menni, beírjátok, elolvassátok, kiválasztjátok, hogy mit akartok, offszerhez nem szabad olajos bázisút, úgyhogy erre nagyon figyeljetek, és ennyi. Konkrétan megvan oldva a probléma, neked soha többet nem fog fájni, mert ez egy nagyon-nagyon fontos része, és lehet, hogy azzal, hogy egy darabig besegítesz magadnak síkosítóval, utána teljesen vissza fog állni, hogyha mondjuk egy kis trauma miatt alakult ki. Ha nem amiatt, akkor meg kell találni a gyökerét, hogy mi miatt. De volt-e már valaha cisszád? Nem, nem volt, viszont azóta, mióta le lett vége a spirál, még nem voltam ellenőriztetni. Egy nagyon picit tartok tőle, őszintén megmondom, hogy nem tudom, hogy erről beszéltünk-e már, de minimálisan hipohonder vagyok, úgyhogy amíg nem kapom meg a választ, hogy nem, semmi bajod nincs, addig egy picit mindentől tartok, főleg így, hogy tudom, hogy van rá esély. Jelenlegi helyzetet nem tudom még határozottan állítani, de szerintem nincs, és nem is volt. Részgyöngyről mi a véleményed? Láttam a részgyöngyöt, utána néztem, és nem tartom egy rossz dolognak egyébként. Elméleti szinten tetszik, elméleti szinten a JLS is tetszett. Nem tudom, hogy milyen lehet, nagyon-nagyon friss dolog, úgyhogy egy az, hogy most nem ugrok bele úgy, mint ahogy az előző próbálkozásnál. A második pedig az, hogy jelenleg sebe, seki, nem szeretnék semmit a testembe, se hormonálisat, se hormonmenteset nem szeretnék berakni, úgyhogy most ezt kerülöm, de ha valakinek van viszonylag hosszú távú véleménye róla, vagy bármi tapasztalata, akkor azt meghallgatom, mert egyébként érdekesnek találom. Azt ugye tudni kell, hogy a réz spirált, azt nem teszik be olyan nőknek, akik még nem szültek, viszont a gyöngyöt beteszik. Úgyhogy érdekes. Várom a véleményeket róla. Akár kommentrészleg, akár tudjátok, hogyha nem szeretnétek nyilvánosan megosztani, akkor jöhet meg privát üzenetben is. És most látom, hogy ez volt az utolsó kérdés, úgyhogy azt hiszem, hogy jó hosszúra sikerült ez a videó, amit nem bánok egyébként, nagyon szeretek ilyen dolgokról veletek beszélgetni. Ilyenkor mindig azt remélem, hogy a fiatalabbaknak esetleg tudunk egy kicsit segíteni, vagy hogyha valaki ugyanilyen problémákkal küzd, mint amikről itt beszélgetünk, akkor esetleg egy kis löketet ad neki, hogy valamit megpróbáljon tenni a problémák ellen, vagy csak egy kis támogatást, mert néha az esik a legjobban, és arra van a legjobban szükségünk, hogy valaki megértse, amiről beszélünk, és csak legyen ott, és támogasson. Úgyhogy, ha nektek erre van szükségetek, akkor tudjátok, hogy én itt vagyok, támogatlak titeket. 500 pluszon írtatok szerintem a videó után nekem privát üzenetben, úgyhogy sajnos nem tudtam mindenkinek válaszolni,
De tudjátok, hogy mindent láttam. És köszönöm szépen, hogy itt voltatok ebben a videóban. Hogyha tetszett, akkor valahogy ezt nyilvánítsátok ki nekem, és biztosan fogunk akkor csinálni következő részeket. Várom az ötleteket, hogy következőleg milyen témába szeretnétek, hogy egy kicsit mélyebben beleássuk magunkat, és esetleg ugyanígy kérdezfelelek formátumban próbáljuk meg felboncolni a témát. És akkor még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!